a cég Pécset arra jött létre, hogy alapvetően olasz licenszek alapján csomagoló gépeket gyártson, és 1995-re teljes magántulajdonba került, magyar családi tulajdonba került a cég. Az alaptevékenység volt a csomagolás technikai gépgyártás, az a mai napig nevezhetjük egy fő irányvonalnak, de ennél sokkal több ma már, amivel foglalkozunk. Csomagológépeknek egy annyi variánsa van, hogy az képtelensége adott esetben leírni is, nagyon sok változattal foglalkozunk, tehát mi a töltészárás címkezés technikán túl, tehát legyen az vagy folyadék, vagy szilárd anyagoknak a kezelése, foglalkozunk keverőgépek gyártásával, foglalkozunk például komplett technológiai soroknak a megtervezésével, kivitelezésével, és ha még egyet lépünk, az pedig egy komplett üzemnek egy megtervezése, kivitelezése, utána a szerviz tevékenysége és támogatása, mindezt egy kézből. Cégünk története során mindig törekedtünk arra, hogy az innovatív technológiákat folyamatosan alkalmazzuk a gyártásaink során. Ezáltal mindig követtük az aktuális trendeket, az aktuális fejlődést, és ezt igyekeztünk a magunk szája íze szerint alkalmazni, magunkra szabva felhasználni. Az utóbbi években Ipar 4.0 területén mi is léptünk, hogy a saját gyártási folyamataink ellenőrzését, kontrollálását, utókalkulációját folyamatosan monitorozni tudjuk. Árbevétel soron csúcsot jelent, az 1,6 milliárdot meghaladó árbevételünk. A cég alkalmazotti létszáma jelen pillanatban 54 fő. Dolgozunk még együttműködő partnerekkel is természetesen, regionálisan, preferáljuk a régióban az együttműködést. Második generációs tulajdonosként remélem azt, hogy a következő generáció is folytatni fogja valamilyen szinten ezt a céget. Testvéremnél is 3 gyerkőc nevelkedik, nekem is 3 gyermekem van, tehát a család az kellően nagy, és hiszük azt, hogy a 6 unoka gyerek közül legalább egyikőjük tovább fogja tudni vinni ezt a hagyományt.